következő ellenfelünk az Alaegerszegi TE, és Komáromi György vizsgázik zeteológiából. Gyuszi, készen állsz? Természetesen. Nagy kihívás? Nem minném. Fel vagyok azért készülve. Kezdjük. Az első kérdésem, melyik évben alapították az ETE-t? Pontosan 1920-ban alapították. Nagyszerű tűpontos válasz, menjünk tovább. Melyik évben szerzett bajnoki címet vasárnapi ellenfelünk? Ha jól tudom, akkor amikor születtem 2002-ben. De nem a te születésed. Nem az én születésem dátum akkor, de abban az évben, abban a naptár évben. Igen, köszönjük szépen. Ki volt az ETF bajnoki csapatának vezetőedzője? Bozsik Péter. Nagyszerű válasz, eddig háromból három. Ki irányítja jelenleg? a Zalaegerszegi csapatot? Ricardo Moniz. Nagyon jó. Ki szerzett az egerszegiek közül Mester 3 a legutóbbi fordulóban? A mezőkövesd ellen ugye, a mezőkövesd ellen játszottak, és Ikoba fejelte mind a háromat. Köszönöm szépen, eddig tökéletes. Nevez meg legalább egy játékost az ETE keretéből, aki a Puskás Akadémián nevelkedett. Tajti Mátyás. Így van. Hetedik kérdés. Kilőtte az első gólunkat az nb 1 ben az Aláegerszeg ellen. Ezzel most megfogtál. Fú. Talán ö, Knezevics? Nem. David Vanyecsek. Vanyecsek. Rosszul emlékszem. Nyolcadik kérdés. Nevez meg egy Pavc játékost, aki egynél több gólt szerzett az ETA ellen az nb 1 ben Hát akkor uh, erre tudom a választ. Uh, most kellene mondanom Knezevicset? Így van, és nagyon jól tetted, hogy Knezevicset mondtad. Kilencedik kérdés. Ki az a játékos, aki mind a két klub színeiben betalált a másik kapujába? Hát az ukrán légiósunk, Ártem Favorov. Ártem Favorov. Reméljük, hogy megint eredményes lesz. Tízes. Kilőtte az utolsó gólunkat az ETA ellen a 2020-21-es szezonban. Ez talán a legnehezebb kérdés. Igen, ez, ez, nem könnyű kérdés. Te jól emlékszem, akkor én. Tökéletesen emlékszel. Gratulálunk, Gyuszi. Tízből kilenc helyes válasz. Hát azért lehetett a tízből tíz is.